Magas láz, köhögés, izomfájdalom, rossz közérzet. Többek között ezek a tünetek jelzik, ha valaki influenzás. Szerencsére járványról még nem beszélhetünk, ezért egyelőre nem a tünetek kezelésére, hanem azok megelőzésére kell nagy hangsúlyt fektetnünk, mondta el dr. Molnár Márta megyei tiszti főorvos. Minden évben a házi orvosi praxisok közreműködésével a népegészségügyi hatóságok influenza figyelő szolgálatot működtetnek. Jelenleg a 2019. év első heti adatok alapján még mindig alacsony influenza aktivitásról tudunk beszámolni Heves megyében, azonban egyre növekszik a megbetegedettek száma, de még járvány küszöb alatti a megbetegedetti szám. A megyei tiszti főorvos hozzátette, a tapasztalatok alapján elmondható, hogy a járvány indulása január közepére vagy végére tehető, csúcsa pedig februárban jelentkezhet. Addig is érdemes a védőoltás minél hamarabbi beadatása, ugyanis az immunitás kialakulásához 10-14 nap szükséges. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a térítésmentes oltóanyag körülbelül fele került felhasználásra. Mint elhangzott, elsősorban a 65 év felettiek, illetve a 3 év alatti gyerekek veszik igénybe. Habár az influenza megelőzésére elsősorban a védőoltást javasolják, jó megoldást jelent, ha a járványos időszakban nem megyünk zsúfolt helyekre, kerüljük a kézfogást, gyakran mosunk kezet meleg szappanos vízzel, valamint vitamindús ételeket fogyasztunk.